Erika, ha jól gondolom, ez az első olyan felnőtt világbajnokság, amikor három számra kellett felkészülnöd. Hogy telt ez az elmúlt 5 hét az edzőtáborban? Hát röviden, elég dolgosan. Igen, valóban ez volt, vagy ez az első, amikor több számra kell készülnöm. Ráadásul ugye egyes, páros, négyes, tehát ez még egy nagyobb kihívás, de úgy érzem, hogy sikerült a Csipes Ferinek úgy összehangolni a munkát, hogy mindenre jutott idő és energia is, és mindenből ki tudtuk hozni a maximumot. Én nem akarok rátenni plusz terheket, de kíváncsi vagyok, hogy te érzel magadon attól nyomást, hogy nyilván, ha az ember több számot megy, akkor több eredményt várnak el tőle. Hát igen, most, hogy így mondod, ez így valóban, de amúgy érzésre ez nem tűnik rossznak, mert nem mondják el minden nap, hogy mit várnak tőlem. Én is várok magamtól természetesen valamit, meg a Feri is biztos, hogy vár tőlem valamit, de ez így kimondatlan marad, és megpróbáljuk a maximumot kihozni. Az idei éved olyan volt, hogy szerintem a kajakkenú pályák környékén te voltál a legoptimistább ember 2017-ben. Mennyire sikerült ezt megtartanod így a felkészülés végéig, vagy a világbajnokságig akár? Hát én úgy érzem, hogy igen. Én nagyon jól érzem magam továbbra is, a kajakozás jól megy, élvezem, így ennél többet így nem is kiválhatnék most. 501-est és 4-est is mész, ugye mindkettő olimpiai szám. Ilyenkor az embernek mennyi ideje marad arra, hogy azért az 1000-re is, a párjára is tudjon fókuszálni? Az a jó, hogy a Ramival vagyok napi kapcsolatban, tehát ketten edzünk, és így benne van a levegőben ez az 1000 páros is folyamatosan, és arra is sikerült ugyanannyi időt meg energiát fordítanunk, mint mondjuk az 504-esre. Valamint ezen ugye kevesebbet kellett csiszolni, mert hogy már tavasz óta megyünk, és jól működik a páros, úgyhogy igazából ennek a jó érzésnek a megtartása, és hát mindkettőnk részéről a munka belerakása volt a feladat, ez pedig úgy érzem, hogy sikerült, úgyhogy bízom abban, hogy ez nagyon jó lesz. Négyes társad Vadninetta elárulta, hogy voltak kisebb nehézségek, hajót kellett kiválasztani a megfelelőt, illetve a beülési sorrendben is változtattatok, úgyhogy ezen túl vagytok. Milyen szerinted a női 504-es most? Most jó. Volt ez kicsit rosszabb is, de nem, tényleg csak olyan nehézségek voltak, amik szerintem abból adódtak, hogy ugye egy újabb felkészülést kezdtünk el az Európa-bajnokság után mindannyian. Újra alapozással, hosszú evezésekkel, hosszú edzésekkel, stb. És ez mindenkire más hatással volt, tehát más-más napokon jött ki a fáradtság, és ha ez pont egy 4-es napra esett, akkor az azért úgy vissza tudta valamennyire vetni a teljesítményt, és ezáltal jöttek hibák, de azokat úgy érzem, hogy még úgy is, hogy fáradtak voltunk, meg kicsit nehézkesebbek, még úgy is sikerült orvosolnunk, úgyhogy a tegnapi volt az utolsó 4-es edzés, akkor mindenki maximálisan jó érzésekkel szállt ki. Hajóban is úgy érzem, hogy megtaláltuk a legjobbat, úgyhogy rajtunk múlik a további. Megint Ninettához tudok egy picit visszakanyarodni, azt mondta, hogy kevesen merik bevállalni, hogy mit szeretnének elérni egy VB-n, ő 2 számot indul és 2 aranyat szeretne. Te hogy állsz ezzel, mivel lennél elégedett? Hú, hát én nem merem így bevállalni, ahogy ő mondja. Én szeretnék nagyon jó pályákat menni, kihozni magamból tényleg a maximumot, most nagyon jól megy az 500, edzésen is jól ment, meg úgy érzem, hogy jó bennem az érzés, tehát hogy szívesen állok oda az 500 méterre. Az egyestől azért sem tudok mit mondani, mert annyira ismeretlen számomra ez az egész terep, hogy nem tudom, hogy ez mire lesz elég, hogy milyen érzésekkel fogok beállni a rajtba, egy előfutamba, egy középfutamba, egy döntőbe, ott hogy alakulnak a dolgok. Azért egy hazai válogató is nagyon kemény, de egy világbajnoki döntő az azért gondolom, hogy egy picit más. És a négyessel pedig... Szintén ugye új egység, az EB-n én úgy érzem, hogy egy picit magunk számára is meglepetés volt az, hogy nyerni tudtunk. Erre sikerült többet készülnünk, meg egy erősebb egységnek gondolom ezt, de a mezőny is egy picit erősebb lesz a VB-re, úgyhogy itt is bízom benne, hogy újabb meglepetést tudunk magunknak okozni. Azért a Zuhany híradóban az terjedt, hogy te például egyesben nagyon jó időket tudtál menni a felkészülés alatt. Az idők alapján lehetünk optimisták? Lehetsz optimista? Igen, maximálisan. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.